A választások előtt 2009-ben durván egy évig tartó mesterséges feszültségkeltésben indult meg az a vadászat, amit nagyon hosszú ideig nem tudott kontrollálni a rendvédelem. És itt most azért használom ezt a szót, mert nem csak a rendőrségről volt szó, hanem az elhárításról is. Miután az anyagok nagy részét titkosították, pontosan azt sem tudjuk, hogy mennyire volt ebben politikai számítás, tehetetlenség, a különböző szervezetek egymással való rivalizálása. De annyi biztos, hogy így visszatekintve, ahol lecsaptak a gyilkosok, az nem a problémás gettóban élő cigányság elleni valamilyen fajta büntető fellépés volt. És akkor itt zárójelek között, hogy el ne felejtsem ezt megemlíteni, mindenképpen szóba hozom, hogy született egy jogszabály, amely a kisebbségek védelme érdekében jött létre, ami arról szólt, hogy akit megtámadnak kisebbségében és megsértik, azzal szemben büntető eljárást lehet indítani. Kizárólag cigányok ellen indították magyar ellenesség címen, többen ültek éveket emiatt. De visszatérve ide, a gyilkosok mintha szándékosan választottak volna ki dolgozó romákat, köztiszteletben álló romákat, vagy azt mondhatjuk, hogy többen vannak köztiszteletben álló és magukról gondoskodni akaró romák, tehát nem a propaganda mocskos bújtogatásának van igaza, hanem igenis annak, amit mi tapasztalunk járva a vidéket, hogy ugyanolyan egy élettel rendelkező, boldogságra vágyó, és a munkában örömöt találó, és saját kezük munkája után élni akaró emberekről van szó, mint bárki más esetében. De mondom, a gyilkosoknak sikerült olyan személyeket kiválasztani, akikre semmiféle bűn nem akasztható rá. Megpróbálta a hatalom nagyon alattomos módon cigányok között találni bűnelkövetőket, és afelé vinni a dolgot, hogy itt biztos leszámolásról van szó, hogy valamilyen anyagi vagy uzsorával összefüggő, vagy szerelmi szál lenne, féltékenység, és így tovább. De miután nem nagyon lehetett találni más kapcsolatot a különböző esetek közt, csak azt, hogy cigányokról van szó, vagy olyanokról, akikről azt gondolták, hogy cigányok. Így azt kellett mondani, hogy itt az egyetlen ok, ami miatt a gyilkosok vadásznak az, hogy cigányokról van szó. Az ő bátorságukat mutatja az is, hogy mindig a legszélén lévő, és idézőjelbe tettem a bátorságot, a legszélén lévő házba, a legvédtelenebb házba, azt a legkönnyebben elhagyható oldalról megközelítve csaptak le, és egyáltalán nem a félelemkeltés volt a cél, hanem mindenképpen gyilkolni akartak, és ezt összetetten csinálták molotov koktéllal és rapolt lőfegyverekkel. Legalábbis ma így tudjuk, hogy rablásból szerzett lőfegyverekkel követték el. Én megmerem kockáztatni, hogy egy tettetett tehetetlenség húzódott meg az ügy mögött, hiszen a rasszizmussal, antiszemitizmussal Magyarországon sajnos lehet választást nyerni, mint látható. Nem kell program se egy választási győzelemhez, elég úszítani, gyűlöletet kell tenni, és akkor az embereknek valahogy az alantasabb ösztönei működni kezdenek. Most itt rendet kell tenni, itt meg kell védeni a dolgokat. Felkiáltással indult ez az egész dolog, nem volt veszély. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a veszély olyan természetű volt, mint amikor a maffia fölkínálja védelmi szolgálatait, és aki ezt nem veszi igénybe, annak fölgyújtják a boltját, vagy megverik az alkalmazottját, és akkor mégis
eszébe jut, hogy hát a védelmezőkkel szemben kell megvédenie önmagát, és ez csak akkor a fizetéssel teheti meg. Tehát itt is hasonló helyzet volt. Most sokkal több helyen csaptak le, mint ahol halálos áldozatok lettek. Voltak itt távolról lőttek meg favágás közben, egy helyű olyan házakat támadtak meg, amelyekről azt gondolták, hogy romák lakják őket, de nem romák voltak éppen, csak itt megint csak zárójelek között megemlítjük, hogy a szociológiai kutatások mutatják, hogy nagyon sokan romának minősülnek, olyanok, akik csak elszegényedett, éppen nem romák, de hát nagyon nehéz megállapítani, hogy ki az és ki nem, nem tudunk Indiáig, és ki tudja meddig elmenni, és azt lehet mondani, hogy a legszegényebb 1 millió között van a cigányság is, ott nem a többség tartozik hozzá, de a társadalom mégis a legszegényebbekre, a legkiteszítottabbakra így tekint. Azt is tudjuk azóta, hogy műholdas terep megfigyelés és stratégiai tervezés előzte meg ezeket a gyilkosságokat, és ugyan a tárgyalások közben az elkövetők is, és a védelem, az ő védelmük arra törekedett, hogy ne rajzolódjon ki körülöttük egy segítő közösség. Azt mondhatjuk, hogy ha nem bizonyítható is, hogy sokan mögöttük álltak és falasztak nekik, de mégis egyrészt az bizonyos, hogy a társadalom egy jelentős részének bűnös cinkos támogatása ott állt a dolgok mögött. Ilyenkor kéne mély megrendüléssel újra végig gondolni, hogy vajon a tréfás cigány ellenességtől az irodalomban is helyt kapó uratások, gúnyolódásoktól elindulva hova is juthatunk el, és kellene változtatni a szavakon először annak érdekében, hogy tettek ki ne legyenek, és aztán pedig az is egyértelművé vált, hogy amikor bekövetkezett a tragédia, a másút, a világ más részein, kulturáltan részein megszokott társadalmi sok, az itt nem következett be, a sajtó nem ugrott rá igazán, tehát egy lebutított és megfélemlített sajtó átszemben ezzel a problémával, aztán az áldozatok családtagjai sem anyagi, sem más szakszerű segítséget igazán nem kaptak. Furcsa látlelet ez a mai magyar társadalomról, amelyben nyitott sebekkel maradtak ott ezek az emberek, akik nem akarják elhinni és elfogadni, hogy nekik ez a sorsuk. 80 éves vagyok, 10 gyermeket világra hoztam, mindet felneveltem, egyet se adtam az intézetbe. Férjem munkája után, meg a két karom után felneveltem őket. És nem bántott senki az egy világon, nyugodt életet éltünk, nagyon jobb helyzet volt, mint most, mert most nincs lányom. Elvették az életét, ami nekem felejthetetlen lesz, még meg leszek a világon. Család, nagyon tehetséges emberek a második vagy harmadik generációban, hiszen itt van a nagymama, akit hát úgy szeretek, mint az anyámat, mert nem csak azért, mert egy nagyon szerethető ember, de ami tőle telt, megtette. Ő még egy olyan világban nőtt fel, ahol mikor ő nem járhatott iskolában, egy magas intelligencia hányadossal rendelkező, de iskolában nem tanult személy, aki gyönyörű lányokat és fiúkat szült és fölnevelte tisztességgel őket. Egy olyan világban, amikor a férjének szintén csak távolabb lehetett munkája, amiről tudjuk, hogy a család gyakran nem profitált a távoli munkahely bevételéből semmit.
de itt a harmadik generáció már érettségizik, szakmát tanul, és megpróbál valahogy érvényesülni. Hát van a mamának olyan unokája, aki kint Angliában, aki nyelvet beszél, aki főiskolára járt, és egyéb unokái is, ahol lehet, megpróbálnak boldogulni. Na most a gyermekei pedig, lányai, minden munkát elvállaltak. Szeretett család vagyunk, szeressük egymást, szerettük egymást. Az unokáim, jányaim, fiaim szeretnek, én is őket. Hát így megvoltunk. Sokat dolgozott? Hát, elég munka volt, mikor neveltem a gyerekeket. 10 gyereket felnevelni azért elég volt. Meg ahon kellett, mikor el tudtam menni, akkor elmentem, hogy dolgozzak valamit. Salmát szedni, vagy paradicsomot, vagy ezt, vagy azt, mikor kellett egy napszám, akkor elmentem. Kisréta milyen hely? Hát egy jó. Jó népség lakik, nem bánt senki minket, meg vannak velünk szokva, egymásnál járunk. A szomszédok jönnek, a magyar szomszédok. Szoktak tévézni, hát... Mariska néni, miből van öröme? Örömem? Hát most egyenlőre nincsen örömem, mert a lányom oda van, de a családomban van az örömem, a gyermekeimben. A lányai közül az, aki elment, ő hol van a sorban? Hányadik gyerek? Hányadik lányá? Hetedik? Hatodik. Hatodik. Hatodik? Na. Mit kell róla tudnunk? Itt lakott mamával? Itt lakott, kis háza van, ebben az utcában. Jártunk egymásnál, ha valami gondja, baja volt. Nekem mondta el, testvérségének mondta el. Szerettük egymást, járt dolgozni minden nap, és közben jöttek ezek a gyilkosok, azt elvették az életét. Megölték. Maradt két kis lánya. A lányokkal mi történt? Hát, annyi, hogy sajnálták az anyjukat, azt majd napig fájna kiekélte. El lehet képzelni, mikor egy anya nincs a gyermekeim mellett, aki nevelte és ápolta őket, hogy milyen érzés ad. Amikor történt ez a szörnyű eset, mit mondtak, hogy kik ezek a gyilkosok, honnan jöttek, mi volt ez a szörnyű eset? Nem láttuk őket, mert ha láttuk volna őket, akkor nem így ment volna. Akkor még mai napig meglett volna a lányom. Felmentek a kertről, a lábuk nyoma ott volt, és azért tudjuk bizonyítani, hogy ők voltak. Értem. Senki sem volt, csak pont az emberek, akik ott voltak. Az egyik gyerek az megsérült. Igen. A karocskája, ha jól tudom. Minden. Torka, karja, hasa, mindene. Értem. Nagy mértékei voltak. Úgyhogy a halál kezéből jött vissza szegény. Úgy hatták ott, hogy már meghalt. Kislétei születésű vagyok. Mm. Kicsi koromtól egész mostanáig az édesanyám. Mal vagyok, hát most már nem vele élek, de ő nevelt. Hogy kérdezted, milyen volt a családi életem? Igen, igen. Hát boldog, kiegyensúlyozott. Valameddig. Ari, amikor gyerekek voltatok, akkor hogy emlékszel vissza Marikára? Milyen kislány volt ő? Visszahúzódó, nyitott? Én úgy emlékszem rá vissza, hogy... Rendes kislány volt. Nagyon szeretett engem. Iskolába járt. Nagyon szeretett engem, nem csak a nővérem volt, a barátnőm is. Bármilyen gondom volt, szerintem ő volt az, aki azonnal mentem és kértem a segítségét, és soha nem fordított hátat. Nem csak nekem, hanem bármelyikünknek a családból. Úgy tudok rá visszaemlékezni, hogy kitéptek a szívemből egy darabot, és az életben nem teszem magam soha túl a testvérem elvesztésén. Ezt érzem.
A kicsi lány bekerült Nyíregyházára a kórházba, ahol több mint egy hónapot töltött el. És aztán majd hazahoztuk a kislányt, vagyis a mama, hát nagyon sokáig mély altatásban volt a kislány, mert nagyon nagy volt a fájdalma, hogy ne érezze, és akkor majd neveket is mondhatok? Nyugodtan, igen. Hát az Iványi Gábor segítségével feljutott a Honvéd Kórházba a kislány, és ő segített nekünk, hogy valamennyire helyre lehessen állítani a kezét. Milyen sérülése volt? Tehát, hogy őt is golyó érte? Igen, át volt lőve a fogai, a torka, a gégéje sérült a gyereknek. Hasa, minden. A hasa, a feje, a karja, a lába, szinte mindenhol tele van sörétekkel. Hányadik lány vagy a testvérek közül? Második. Megmondanád, hogy hogy emlékszel a húgodra? A húgomra? Igen. Hát a húgom egy gyönyörű, szép asszony volt. Dolgozott. Sajnáljuk. Amikor megtörtént ez a szörnyűség, te akkor hogyan és mikor és milyen körülmények között értesültél róla? Mentem volna dolgozni a párommal, aki meghalt. És akkor hallottuk ezt a szörnyűséget. Ki hozta a hírt? Hát az egyik asszony, aki meghalt, azt kiabált. Mit mondott? Azt mondta, hogy Marika vérbe fekszik. És akkor ide jöttél? Hát szaladtam, hát kijött anyám a kis ajtón. És nem tudtam kihez szóljak, kinek mit mondjak. És akkor szaladtam el a házához. De bemenni már nem bírtam. Hívtam a mentőket, azt se tudom, hogy kitől vettem el telefon, kitől nem. Mindenki hívta. Ott volt mellette a kicsi lány, ugye? Aki kicsi lány a lépcsőn ült, igen. Igen, az arca jó, feldagadva. És kérdeztem őt tőle, mi történt. Mit mondott? Hát hallott egy csattanást az ajtón, valaki, hát ennyit. Tovább nem tudott magát. Hát nem. Mindenki megrémült, hát nem tudták felfogni, hogy mi történt. Hát pont a mi családunk, pont a Marika, akinek mink nem szólunk, soha életünkben semmit, mi rólunk soha nem mondtak semmit, minket különleges családok voltunk, és még úgy hiszem, hogy vagyunk is. Mit értsz alatta, hogy nagyon békések vagytok, vagy nagyon rendezett, vagy mi az a különlegesség, amire? Hát azok, hogy mink szeressük azokat, akik minket szeretnek, oda-vissza. Ő tanított megírni első osztályban. Én 2 hónappal később mentem első osztályban, ugyanis a szüleim nem engedtek annak idején ezt. És majd október végén, amikor követeltek az iskolába, akkor a gyerekek, az évfolyam társai, azok már tudtak betüket kapcsolni, én nem tudtam semmit sem. És a Marika tanított meg. Ő tanított meg engem az órára, az órát ismerjen. Biciklizni. Egy nagyon jó testvér volt, egy barátnő. Ha kellett, akkor egy anya, sőt, egy pszichológus. Na, ezt is mondhatom. Ez mire gondol? Lehetett vele beszélgetni mindenről. Tehát, ha kicsit problémás volt a lelkem, úgy gondolom, hogy bármint mindegyik testvéremmel, nem csak a Marika, a nővéremmel, mindegyikkel. De lehetett vele beszélgetni erről is. Békés, nyugodt természetű? Igen. Értem. Gizi, amikor felnőtté váltatok, és volt családotok mindannyiótoknak, akkor milyen volt akkora a ti közösségetek, a ti testvéri közösségetek? Akkor is voltak olyan szép közös emlékek? Természetesen ez mindig megmaradt, gyerekkorunk óta, egész felnőtt korunkig, amíg az élete nem maradt félbe. Ön is félbe maradt az élete. Én találtam rá. Én voltam az, aki először bement, és szóltam hozzá,
de nem válaszolt. A kislánya mikor tudtatok törődni? Sajnálatos módon én akkor el voltam foglalva Marikával, és emiatt bűntudatom is volt, mert én a kislányjal... Nem tudott még beszélni sem, szóval így. Én a kislányjal nem foglalkoztam, amikor én beléptem az előtérbe, és én mondtam, hogy jó reggelt, Marika, jó reggelt, akkor a kislány jött ki hozzám, és kérdeztem, hogy mi történt. Imádkoztam a jó Istenhez, hogy ne vegye el tőlünk. Tőle? Így mondta. Sajnos nem hagytak minket gyászolni, megleptek minket, és akkor kezdtek el kérdezősködni, hogy mi történt, hogy vagyunk. Mi nem voltunk erre képesek akkor, hogy mi beszélgessünk, és egy kis türelmet, kis nyugalmat, egy kis empátiát nem... Tehát nem éreztették velünk azt, hogy emberekből vagyunk, vagy nem is tudom, nem találok mást. Mi történt? Mit tetszett megélni? Azt tudom, hogy fent volt egyszer, mert éppen Iványi Gáborral ment el egy tárgyalásra. Igen. Hogy ott mi történt? Hát voltak sokan, hát ott nem tudom. Kikítik a gyilkosokat. Bíró úr azt mondta, hogy vigyék ki a tetteseket. Értem. De hát nem tettesek voltak, hanem gyilkosok. Patkányok. Hogy él most Mariska néni? Tudom, hogy volt egy szívműtétje, ugye? Igen. Ez az esemény után történt? A szívműtét? Tehát a haláleset után? Igen, igen. Hogy él most? Hogy van? Hát, el lehet képzelni, hogy nem jó helyzetben vagyok, mert a lányomat nem tudom elfelejteni sose. Rossz érzéki. Igen, igen. Csak muszáj meglenni, mert ugye vannak több lányaim, fiaim, és hiányzok nekiek, azt mondták, hogyha nem leszek. Tetszik félni, Mariska néni? Hát, igen. Mitől? Hát attól, hogy akkor itt voltak, azt megölték a lányomat, és attól félek is. Hogy visszajönnek, vagy mitől tetszik félni? Hát arra is gondolok, hogy bár akármire. Nem akarok hinni már. Elnézést kérek, nem akarok hinni már senkinek. Nagyon megrendített az is, ahogy a család a maga kibeszélhetetlen fájdalmában átélte a tárgyalásokat, és elhangzott az, hogy nem gyűlöljük a családtagjaikat, szüleiket, nem gyűlöljük a többségi társadalmat, de ahhoz ragaszkodunk, hogy ezek az emberek valahogy a tettüknek a következményeit viseljék, pláne azok után, hogy nem tapasztalható semmiféle bűnbánat, megrendülés a részükről. Hiszem az Istent, én imádom, mert hiába száz a vallásunk, egy Istent imádunk. Én bízok benne, hogy majd megfizet a gyilkosoknak. Ami jár nekiek, megkapják a sorsokat. De engedje meg a mindenható Istenem, hogy kapják meg Isten, amit megérdemelnek. Kettő gyereket neveltem. Egy csirkenyakát el nem vágtam, mert sajnálom, de ezeknek biztos, hogy el tudtam volna vágni. Van-e valami üzeneted, mondjuk aki ezt a történetet hallja, vagy igen, megélte, vagy értesült róla, mi az, aminél azt mondanád, hogy mire figyeljünk mi mindannyian? Ne bántsák azt, aki nem bántsa őket. Ne menjenek oda megölni valakit, akinek se közel semmi. Szóval, ha valaki tesz valamit valakivel, akkor azon adják ki, ne azon, aki éppen egy ártatlan ember. Sajnáljuk a Marikát nagyon. Azóta se bírjuk feldolgozni.
Nincs olyan reggel. Az egész falu sajnál. Nincs olyan este, hogy ne sírással töltenék. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen cigánygyűlöletes rasszizmus, csak ez hozhatta ki belőlük, mert csak úgy magukból szórakozásból ártatlan embereket nem öltek volna meg. Nem hiszem, hogy ki lehet heverni, vagy túlélni, talán próbálkozik az ember. De úgy, hogy ezt kiheverni, erre nincs gyógymód, semmi. Ha találkoznál bármelyik elkövetővel, és beszélnél neki a húgodról, nővéredről? Nővéredről. Mit mondanál? Mivel szembesítenél? Biztos az lenne az első kérdésem, hogy miért. Az lenne az én kívánságom is, meg azon kívül még az, hogy a világon senki ne tegyen önbíráskodást, senki ne önszántából döntse el, hogy kinek van joga élni, és kinek nem. És azon kívül még azt kérném, hogy az édesanyámnak, a nővéreimnek, a testvéreimnek, mindenkinek békesség legyen a lelkében, és valahogy tegyük túl magunkat ezen a tragédián. Én úgy érzem, hogy én még ezt nem tudtam feldolgozni. Én lehet, hogy ez így... Nem tudom, nekem hiányzik, és én azt érzem, hogy amikor nagyon hiányzik, akkor kiszoktam menni a sírjához, és én beszélgetek vele. És egy picit olyan érzés, mintha nem tudom, hogy hallan engem, nem lehet feldolgozni. Mikor nincs eszünkben, akkor egy átlagos család vagyunk. Mink azok előtt olyan úgy éltünk, hogy mink szerettünk bulizni, ünnepeket együtt töltöttünk, szeretünk nagyon-nagyon-nagyon táncolni, és ez kimarad már az életünkből. Marikának mi volt a bűne? Az, hogy cigány ember volt? És csak ezért? Én nem tudom, aki ezt elkövette, én azt gondolom, hogy csak is azért, mert cigány volt. Szoktam imádkozni természetesen Marikáért is. Boldog legyen ott, ahol van. Blato precampe.